új önálló magyar tannyelvű oktatás intézménnyel bővül az erdélyi iskolatérkép. A Besztercei Hunyadi János Liceum tanárai és diákjai egyaránt őszinte érdeklődéssel tekintenek a változások, illetve a költözés elébe. Az, hogy hogyan is kezdődött a magyar iskola gondolata, a tavaly 2014-es év nyarán született a mostani gondolat, mondjuk el, mert hogyha belegondolok, 1990-ben rögtön a forradalom után már akkor elindult egy ilyen folyamat, hogy külön válna a mostani André Mulés Áron Főgimnáziumból a magyar tagozat. Sajnos akkor, ne részletezzem a körülményeket, nem sikerült. Utólag kétszer-háromszor még előtt ez az ötlet, de ilyen vagy olyan okok miatt nem sikerült továbbvinni a gondolatot. Azonban most, tehát 2014 nyarától sikerült annyira pontra tenni ennek a gondolatnak a véghezvitelét, hogy most elérkeztünk oda, hogy le van téve a határozattervezet a helyi tanácsba, és úgy néz ki, hogy sikerülne, ha nem is a 2015-16-os évvel, de reménykedünk, hogy igen, de az utána következő tanévtől beindítani a különálló magyar liceumot. A diákok egyszerűnek látják a különválást. Sokuk számára egy új kezdetnek, új lehetőségnek, és talán újjászületésnek látszik a magyar liceum beindulása. Miért van szükség szerinted Besztercén önálló magyar nyelvű liceumra? Hát elsősorban azért, mert itt a diákok már kezdik elveszíteni a magyarságtudatukat, és szerintem nagyon fontos egy olyan közösségnek helyet adni, ahol ezt ápolni tudják, legyen szó nyelvről, vagy akár tevékenységi szintről is. Mi újat hozhat a ti életetekben egy ilyen liceum? Hát elsősorban külföldi közreműködések. Reménykedem abban, hogy a diákoknak lesz alkalma Magyarországra könnyebben kijutni, vagy onnan akár anyagokat kapni. Szerintem elsősorban nagyon szét vagyunk szorodva mi a magyar tagozatosok, és nagyon jól lenne az, hogyha összetartóbbak lennünk. Lehet, hogy kevesebb osztály lenne, de így lehet többet ismernünk. Például most is vannak olyan diákok, akiket nem is ismerünk a magyar tagozatról, és ez épp azért, mert nagyon szétszórtak vagyunk. Hát, hogyha lesz egy külön magyar álló liceum, sokkal összetartóbbak lesznek a magyarok, jobban megismerjük, és szerintem jobb lesz, mivel megcsinálhassuk mi magunk az egyenruhát, ami magyarosabbat teszünk bele, és mi is dönthetünk, nem csak a tanárok vagy az igazgatóság, hanem mi is mondhatjuk. Szerintem azért lenne fontos, mivel csak magyar tanáraink lennének, és így anyanyelvünkön magyarázhatják el azt, amit nem értünk. De hát így az André Mulés Áron keretében is magyarul tanultatok, nem? De vannak román tanáraink is. Én, mint diáktanács tagja, szerintem fontos lenne azért, mert így jobban meg tudnánk valósítani a magyar tagozatnak a tevékenységeit, és előnye az, hogy így a tanári kar jobban ránk tudna figyelni. Hiányozni fognak azért a román tagozatos kollégák is, igen, és volt egy pár kapcsolat is, benne voltam eddig a megyei diáktanácsban, a megyei tanácsnál, és igen, hiányozni fognak. Több gondolat is van, több ötlet is van, hogy hova mehetnénk, hiszen a gyerekek létszáma úgy román, mint a magyar gyerekeknek a létszáma egyre csökken, úgyhogy van több üres épület is, úgyhogy variáns van rá, azonban erről majd beszéljünk később. A neve az a Hunyadi János név lenne, tehát a Hunyadi János Liceum, ugyanis a II. Világháború idején az André Mulés Áron Főgimnázium, ami magyar liceum volt, a Hunyadi János nevet viselte. Hunyadi János örökös grófja volt valamikor Besztercének, és ezért is szeretnénk megőrizni ezt a nevet és továbbvinni. És hát itt most jelenleg 306 gyerek működik. Hogyha az óvodákat is magába ölelni ez a jövendőbeli magyar liceum, akkor azt jelenti, hogy körülbelül egy 350 tanulót érintene.